Január 30-a van, péntek reggel, köszöntöm Önöket szeretettel. Pápa Levente első vendégünk, az Együtt gazdaságpolitikusa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Van itt egy egészen friss hír, ami arról szól, hogy több mint 100 milliárd forint a költségvetési intézmények hiánya az elmúlt esztendőt tekintve, a friss vizsgálatok szerint. És itt van egy másik adat, már pénzügyi vizsgálatok szerint, és itt van egy másik adat, hogy az MNB mennyi pénzt költ a saját vagy a vezetőjének szórakoztatására, vagy vágyainak kiélésére. Ez a kettő sok szempontból hasonló szám. Miért nem lehet az egyiket a másikkal összevonni? Tehát miért nem a költségvetés hiányát pótolja a Magyar Nemzeti Bank, miért alapítványokra meg kastélyokra költ? És még ide lehetne hozni, jó reggelt kívánok, mondjuk a 60 milliárdos budapesti hitelfelvételt a 3-as metró ügyében. Ugye pontosan ezt gondoljuk, amit ön állít, nekünk ez a kritikánk a Magyar Nemzeti Bank működésével szemben, hogy ott keletkezik egy állami közpénz, ami az állami, hiszen a Magyar Nemzeti Bank tulajdonosa az a magyar állam, és a jegybank ahelyett, hogy befizetné ezt a pénzt a központi költségvetésbe, és ott metróra, a felhalmozott hiánynak a finanszírozására, vagy más olyanokra költeni kell, amiről az országgyűlés. Ugye az országgyűlés van felhatalmazva arra, hogy döntsön a közpénzek elköltéséről. Ő megszabná, ehelyett a Magyar Nemzeti Bank elnöke, és szűk baráti köre, ott az igazgatóságban eldöntik azt a dolgot, hogy a Magyar Nemzeti Bank vásárlásokra, kastélyokra, csodazongorára, vagy éppen a Matolcsi úr hóbortjára, az unorthodox közgazdasági iskola terjesztésére, amit ugye az alapítványain keresztül próbál megvalósítani, költi el a Magyar Nemzeti Bank a magyar emberek pénzét. Azt mondta itt Bokros Lajos, azt hiszem hétfőn, hogy ez törvénytelen, és Matolcsi Györgyöt felelősségre kell vonni. Önök egyetértenek azzal, hogy ez törvénytelen? Abszolút egyetértünk. Itt egy kicsit hozzá is fűznék egy magyarázatot. Ugye mindig a Magyar Nemzeti Bank függetlenségéről van szó. Ez egy helyes intézmény, mi egyetértünk vele. A Magyar Nemzeti Bank független a monetáris politika alakítását illetően. Abban azonban, hogy hogyan költi el a rábízott közpénzeket, nyilvánvalóan nem független, van felettes ellenőrző szerve, ez az állami számvevőszék. Emlékszünk arra, biztosan is emlékszik, 2 évvel ezelőtt, 2013. januárban, még a korábbi MNB vezetéssel szemben az ÁSZ írt egy 80 oldalas tanulmányt, amiben bírálta, kritizálta a költekező gazdasági működését a Magyar Nemzeti Banknak, hogyha akkor 2 évvel ezelőtt megtehette az ÁSZ, hogy elemzi, hogy mire költi el a Magyar Nemzeti Bank a pénzét, akkor szerintem ezt most is meg kell tennie. Éppen ezért fogunk az ÁSZ-hoz benyújtani egy indítványt, hogy egy széles, átfogó vizsgálatot indítson az állami számvevőszék, mert szerintünk az történik, hogy nem a törvényeknek megfelelően működik. Na, de a Magyar önmagában Nemzeti az Bank. Állami számvevőszékhez beadványra kell fordulnunk ahhoz, hogy dolgozzon? Nem lenne viszonylag automatikus, hogy az állami számvevőszék vizsgálja a Magyar Nemzeti Bank munkáját, működését? Én szeretném, hogyha ez így történne, de sajnos ugye azt látjuk, hogy nem indít az állami számvevőszék vizsgálatot, ezért mi fogunk élni azzal a lehetőséggel, hogy indítványozzuk ezt, és egy beadványban le fogjuk írni azt, hogy szerintünk miért nem a törvényeknek megfelelően működik a Magyar Nemzeti Bank. Ugye azt lehet látni, hogy mondjuk az egészségügyben van egy olyan 65 milliárdos hiány, amitől a beszállítók helyzete is eléggé kilátástalan, miközben szórja a pénzt a Nemzeti Bank, de itt van a gyerekszegénység, a gyermekek éhezése, amiről oly sokat beszélünk, és olyannyira nem történik ez ügyben semmi. Célzott támogatásokkal ezeket a Nemzeti Bank megoldhatná, hogyha ugyanúgy akarná Matolcsi György, mint ahogy mondjuk az unorthodox gazdasági képzést? Én azt gondolom, hogy ez nem az ő feladata. Tehát megoldhatná, mert ott ugye van sok pénz a Magyar Nemzeti Bankban, de ez nem feladata. Hát a helyes működési logika az az, hogy a Magyar Nemzeti Bank az az államnak egy részvénytársasága. Egy részvénytársaság ugyanúgy, mint a MOL vagy az OTP, a felhalmozott profitját, ez füzesse ki a tulajdonosnak. Ki a tulajdonos? Az magyar állam. Füzesse ki a magyar államnak, és ott pedig a demokratikus működés az úgy működik, ugye, hogy mi, a magyar állampolgárok, a magyar országgyűlést hatalmazzuk föl azzal a jogkörrel, hogy ő döntsön arról, hogy a közpénzeket mire költik el. És akkor onnantól kezdve működik egy logika, hogy az állampolgárok számon kérhetik a politikusokat, hogy ez gyerek étkeztetésre, a 3-as metró felújítására, vagy egyéb olyan célokra költik, amit a magyar társadalom preferál. A DK-s politikus Varjú László azt mondta
szintén itt a Startban hétfőn, hogy az egy jó ötlet, hogy vissza kéne hívni Matolcsy Györgyöt. Magyarán szóval beadványra kéne érni a parlament felé, vizsgálja meg a parlament az MNB munkáját, és hívja vissza a bankelnököt. Szinte reménytelen, az ember ezt pontosan tudja a kétharmaddal szemben, de önök is ott vannak a parlamentben, miért nem kezdeményezik? Hát ugye az a helyzet, hogy a Magyar Nemzeti Bank törvény alapján a Magyar Nemzeti Bank elnöke az szinte visszahívhatatlan. Ugye a monetáris politika függetlenségének az egyik kritérium az a személyi függetlenség, tehát hogyha egyszer kinevezünk egy jegybank elnököt, akkor utána nagyon nehezen mozdítható el, csak munkajogi per indításával mozdítható el, hogyha egyértelműen bizonyítani lehet, hogy ő nem végzi el a feladatát, vagy akadályoztatva van. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos ez az út nem járható. A Magyar Nemzeti Bank elnöke leválthatatlan. Na, de hát akkor Matolcsy Györgynek igaza van, hát ő azt csinál, amit akar. Ez nem így van viszont. Tehát ez úgy van, hogy ő leválthatatlan, de nem csinálhat akármit. Az ő működése a közpénzek elköltésének tekintetében korlátozható. Abban nem korlátozható, hogy hogyan állapítja meg a kamatszintet. Abban nem korlátozható, hogy a 2.7-es betétekkel mi fog történni. Tehát a monetáris politika eszközrendszerének alakításában nem korlátozható, de abban igen, hogyha éppen mondjuk horgászni szeretne Matolcsy György, akkor az Erzsébet téren a gödröt elárasztaná vízzel, és minden nap ott menne a csukákra, mert ez lenne az úri hóboltja. Ez megakadályozható, nem tehet meg akármit a pénzünkkel. Nem tudom, ez hogy jutott eszébe ez a példa, de ez úgy képletes és jól látható. Viszont nincs felügyelőbizottsága sem a Nemzeti Banknak. Az normális? Ez nem normális, és itt egy disznóság van a háttérben. Ugye már többször elmondtam, hogy amikor megváltoztatták a Magyar Nemzeti Bank törvényét, akkor megváltoztatták a felügyelőbizottság kinevezési rendjét. Korábban az volt a szabály, hogy minden frakcióval rendelkező parlamenti párt delegálhatott jelöltet a felügyelőbizottságba. Ezt úgy változtatták meg, hogy most összesen 3 darab jelöltet delegálhat az országgyűlés, és nyilván a kétharmad, egyharmad logikájából azt mondja a kormánypárt, hogy akkor egyet delegálhat, egy darab jelöltet a felügyelőbizottságba az ellenzék, és akkor állapodjon meg az MSZP, a Jobbik, meg az LMP abban, hogy melyik lesz az az egy darab ember, akit ők beküldenek a felügyelőbizottságba. Éppen ezért kezdeményezzük azt a módosítást, hogy állítsák vissza a 2012 előtt érvényes szabályozást, minden parlamenti párt delegálhasson, mert akkor létre fog jönni a felügyelőbizottság, ami ugye tavaly május óta. De hát ez a Fidesznek nem lesz érdeke. Így van, de ez a magyar emberek érdeke, és egyébként, hogyha megnézzük a Fidesznek a bomlását, azért én azt gondolom, hogy a Fideszben is egyre több olyan képviselő lesz, akinek az lesz az érdeke, hogy Matolcsy György ne csinálhasson akármit a közpénzekkel. Várj, most mondod valamit, bomlik a Fidesz? Én szerintem bomlik, igen. Tehát azt lehet látni, hogy repedezik a dolog. Szerintem egy ilyen atlantista szárny azért úgy próbál külön utakon járni, és én azt gondolom, hogy nekik nem érdekük az, hogy Matolcsy György bármit megcsináljon a közpénzzel. Úgyhogy én számítok arra is egyébként, hogy előbb-utóbb a Fideszben is föl fog ez merülni. Na, meglátjuk. Lehet, hogy túl optimista vagy, én vagyok nagyon pesszimista. Töröljék el az útdíjat, ne kelljen fizetni az M0-ásért, ezt Sértőradics István együttelnökségi tagja mondotta. Hát most pontosan azt jelentette ki Fó nagy államtitkár itt az ATV-ben, hogy az összes szakaszra útdíjat fognak kivetni az első lehetséges alkalommal. Igen. És ugye hallottuk, hogy nincsenek is elkerülő utak Magyarországon, hanem minden csak gyorsan. Hát a következő majd az lesz, hogy nincsenek útdíjak sem. Na mindegy. Igen. Hát természetesen, hát ez az egész útdíj bevezetése szerintem egy jó kísérlete a Fidesz gazdaságpolitikának. Tehát azt gondolom, hogy minden benne van alfától omegáig, amire a Fidesz nem szeretjük. Átgondolatlan, kapkodva bevezetett, az emberek érdekeit sérti, kiszámíthatatlan, ember kimegy az útra, és nem tudja, miért kell fizetni, és miért nem. És nyilvánvalóan a kerülő utak, ugye elkerültek, azért jöttek létre, hogy ne vezessük át a városokon a nagy forgalmat. Most egyre több olyan város lesz, hogy be fog menni majd újra a forgalom, be fog menni a kamion, zajt fog kelteni, zavarni fogja az embereknek az életét azért, mert 5000 forintot el akarnak kérni. Hát meg tönkreteszik a települési utakat. Így van, pontosan. Tehát aztán szintén meg kell csinálni, valakinek majd meg így kell csinálnia. Csatlakoznak a forgalomlassításhoz, aztán itt lesznek nagyon komoly demonstrációk is, azt mondjuk nem pártok, mint a mostanit az MSZP, hanem civil szervezetek szervezik. Szóval csatlakoznak ezekhez? Központilag nem, tehát ugye szoktuk figyelni a fejleményeket, központilag nem csatlakozunk. Az, hogyha vannak különböző
régiókban, megyékben, városokban helyi szervezeteink, azok eldöntik külön, hogy akár a szervezésben, akár mint résztvevő csatlakoznak ezekhez a forgalmasító akciókhoz, központilag nincsen ilyen csatlakozás. Azt beszélik, hogy jelölteti magát az együtt elnöki posztjára, épp úgy, mint a most a pártot vezető Szigetvári Viktor. Ő azt mondta, hogy itt szemszer kedden még, hogy áll elébe, jöhet bárki. Hát úgy hílik, hogy ön az egyetlen jelenleg, aki kihívóként megjelenik. Ugye ez nem úgy van, hogy jelöltettem magam, hadd pontosítsak, hanem van egy jelölési folyamat a párton belül. Jelölik. Ugye minden pártag jelölhet, és akkor utána elfogadja az ember, vagy nem. Én most úgy döntöttem, igen, hogy elfogadom, és egy tisztességes fair versenyben szeretnénk összemérni a jövőről, Magyarországról, a víziónkról való programokat. De mit csinálna másképp az együttel, mint ahogy azt Szigetvári Viktor teszi? Én azt gondolom, hogy ez egy olyan vita, amit belül kell lefolytatni a párton belül. A párton van egy csomó intézmény, ami ezt elő fogja segíteni. Mi egy nagyon átlátható, transzparens belső kampányt fogunk egyébként végezni. Ez azt jelenti, hogy azok a testületek előtt, illetve különböző vitaesteken fogjuk megvitatni majd a különböző programelemeket, hogy mit gondolunk, mit, hogyan máshogy kéne csinálni. De azt gondolom, nem mond semmit róla? Én nagyon, úgy is kiszivárok, hát hisz nagyon, nagyon fontosnak gondolom a verseny és az együttműködésnek a harmóniáját. Én azt gondolom, hogy azt is hangsúlyozni kell, hogy verseny van az együtten belül, egy teljesítményelv, egy meritokrácia, de az is nagyon fontos, hogy mi ezt együtt szeretnénk végrehajtani, és kifelé, a széles közvélemény felé én azt gondolom, hogy sokkal inkább az egységünket kell mutatnunk. Ezeket a vitákat, ezeket a programról szóló versenyeket, ezeket a párton belül kell végrehajtani. Az egész úgy hangzott, mint hogyha Szigetvári Viktort hallanám. Valóban együtt dolgoznak a jelek szerint. Egy dolgot mondjon meg nekem, akkor legalább, hogyha nem lesz elnök, de mondjuk azt nem lesz elnök helyettesi pozíció, alelnök. És alelnöki igen. pozíció lesz. Azt is elvállalja? Igen, igen, azt is elvállalom. Hát akkor arra viszont bizonnyal van esélye, ha már elnökként megméreti magát. Meglátjuk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm szépen.